Jó napot kívánok, kedves hölgyek, urak! Még világos van, mert már itt a nyár. Mondogattam is, hogy január, február, itt a nyár. És tényleg, most már május van, és már nagyon szépen világos van sokáig. Még június 21-ig még hosszabbodik a nap, aztán elkezd szép lassan csökkenni. Először lassan, aztán egyre viharosabb van. Szeptember 23-án szokott a napi egyenlőség lenni, a második, és akkor utána. Na, fiamtól megkérdezték az iskolában a tanítónéni, hogy hány évszak van. És azt találta válaszolni, hogy 5. Tanítónéni, hát 4 évszak van, tavasz, nyár, ősztél. A naptár januárral kezdődik, akkor tél van. Aztán jön márciusban a tavasz, aztán jön nyáron a nyár, júniusban, aztán utána jön a szeptemberben az ősz, és decemberben megint tél van. Vagyis, hogy kétszer van tél. Tanítom, néni, leült. Aranyos, mesélte nekem. Hát leültem, azt mondja, hát ilyen nincsen. Tehát, ha egyszer valamit értesz, akkor értesz. Na most ott kezdődik a probléma, ugye, hogy eltolták nekünk az évünket. Nagyon érdekes, mert az asztrológia, az a mi év számunkat használja, az asztrológia az nem december vagy januárban kezdődik az év, hanem a kosszal, kossal kezdődik, 21-e. Mikor? Március 21-e. Na, a tavaszi napfordulónál, vagy hogy mondjam, napi egyenlőségnek. Tehát az a lényeg, hogy akkor, ha azt használják, a keleten még most is azt használják, tehát mondjuk a kurdok, azok azt használják, az ászlajuk piros-fehér-zöld, a kurdoknak, hogy más nem mondja, igaz, hogy a baszkoknak is, piros-fehér-zöld az ászlaja, de a kurdoknak is, és a ugyanolyan zászlójuk van, mint nekünk, csak van rajta egy 11 ágú nap. Szóval az is egy érdekes, egy 11 ágú nap van rajta, ilyen sugárzó nap, ami nem véletlen, mert tudták, hogy hol a főnök. Ezt még mink is várjuk, de azért mondjuk, amikor megyünk és várjuk a napkeltét Erdélyben, ugye, akkor éppen a napba öltözött asszonyt várjuk. És a napba öltözött asszony az meg nem más, nem egy néni, hanem a fény, az a fénykvantum, ami az egész naprendszert keringeti, egy darab fénykvantum. Ez az egy darab fénykvantum az, ami működteti az egész naprendszert. Hihetetlen. Hát egy fénykvantum, hogy tudná? Hát persze az, aki nem tudja, mi a fénykvantum, meg hogy működik, az komolyan veszi magát, hogy ez nem így van. Az ilyen elektromágneses színuszokat rajzogat, és aztán boldog. De hát tévedés, mert hogy a napfény gömbszerű hullámokat kelt, spirálgömb, hogy egész pontos legyek. Tehát ott is az van, hogy a napi egyenlőségkor kezdődik az év. És hogy erre milyen jó utalása az olaszban van a lebukó. Ugye a római nyelv elszármazott, ugye olaszban az a latin nyelv volt a római nyelv, és onnan elszármazott olaszban az van, hogy sette otto nove dieci, ugye a 7, 8, 9, 10, így van olaszul. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, nem hallott ki belőle? Sette otto nove dieci, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Tehát a december az még csak a 10. hónap. És így tovább. Tehát csak ezzel van baj, nincs más baj. Még, hogy mondjam, a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sátakutyát. Ez így működik. Annyira elárulja magát, és nagyon sok mindenben elárulja magát, csak mindig figyelni kell az apróságokra, amire elfelejtettek változtatást kitalálni, megoldani. Ilyen van. Na, hát ez is egy izgalmas dolog, és a napfordulóval, vagy a napi egyenlőséggel kezdődik az év nálunk. Az, amikor egyforma nap hossza, akkor azzal kezdődik. Na, van-e valamilyen izgalmas kérdésetek? Nekem van az a kérdésem, előbb szóba kerültek a fénykvantumok.
hogy abból hányféle van, és hányféle térkvantum. A térkvantumból van a monó, a kettős és a hármas. Tehát a monász, a diász, meg a triász, ez a háromféle van. És ez a térkvantum. Ez a tér, nem az a tér, mint amit a fizikusok használnak, az úgy rossz, ahogy van, mert egy koordinátarendszerrel akarják a teret megoldani, amivel az idő nem is fér bele. Megpróbálták belegyömöszölni, de nem sikerült. És akkor a Minkowski például megpróbálta. Jól leírta az időt, de a többi az már nem kell hozzá. Csak az idő kell. Tudni, miből lehet elindítani a világegyetem keletkezését? Csak az időből, mert csak az dinamikus. A téridő is dinamikus, és nem egy ilyen statikus koordinátarendszer, hát abban persze nem kering egy elektron, nem lehet indokolni. Olyanokat is mondtak, hogy úgy kering, hogy egyre kisebb lesz, és akkor mondom, igen, csak ez egy köbös az, meg egy négyzetes, meg egy ez a baj van, nem jó. Tehát félrebeszélnek, nem tudják, nem magyarázzák el. Ugye volt az a bolygórendszer-szerű elektron kering, mint a bolygók a nap körül. Értjük, borféle atommodell. Nem jó. Az se jó. Nagyon nem. Hát több okból nem jó. Először is nem tudja, mi az elektron, és nem tudja, mi a proton. Fogalma. Halvány fogalma nincs. Tehát beszél mindenfélét róla, meg mérések, meg elmondja, hogy mekkora. Igen, ezek a mér dolgok. Csak egy nagy baj. Nincs az egésznek egy filozófiai alapja. Egy alaptalan hadoválás. És ezért az egész kvantumfizika úgy, ahogy van, szintén egy alaptalan hadoválás. Meg lehet jól csinálni, nem azt mondtam, hogy hát ez mint hülye, aki... Nem! Meg lehet jól csinálni, csak nem jól lett hozzá kezdve, homokra építették a várat, az még nem jó. Itt kezdődnek a problémák, hogy alapokat nem csinálták meg. Tehát az időt magát elsimliskedték. Az idő szerkezetét. Próbálkozott vele kozmológusok, néhányan próbálkoztak vele. A Heidegger egész jókat csinált már, a Heidegger az jó felé kaparászott. De hát azt se tudta igazán megoldani, de már eljutott az időforrás igényeig. Ugyanezt a Klein is ugyanezt csinálta, a Klein palackos Klein. Megpróbálta az idő forrást megoldani. De a téridő az már egy teremtmény. Tehát minden téridő már teremtmény. Teremtő is, meg teremtmény is. Teremtő olyan értelemben, hogy ő is hoz létre dolgokat magában belül, de azon kívül őt is létrehozták, méghozzá a két teremtő. De ezek nem bácsik, nem nénik, nem. Ez két a fénysebességnél gyorsabban mozgó időforrás az, ami létrehozza a téridőt, mert ennek a hátra hagyott terébe ott van a lényeg. Az amerikai indiánok elmondták, ezeknek a nagyon beképzelt seggfejeknek elmondták, hogy igazából az ő ősük az a teremtő, és kérdezték, hogy de hát az hol van? Hát az az égben, és mit teszik? Hát azt teszik, amit hátra hagy. A nagy arcú gyarmatosító rögtön tudta, hogy szar teszik. Azonnal, hát persze, ilyen, na hát ez, ilyen embereknek csak ilyen lehetett az őse szar teszik. Értem én. Hát nem, te vagy a nagyon mélye hülye. Mert hogy azt teszi, amit hátra hagy, az a múltja. Az a múlt, az időt kihagyták az egész fizikából, ott a baj. Az időt nem definiálták. Rendesen össze-vissza hadováltak vele kapcsolatban, pedig ott van a titok. Nincs más dinamikus elem az egész fizikában, mint az idő. Benne van a céges rendszerben, meg mit az, benne van a szekundum. De hát, centiméter, gram, szekundum. De ez nem jó. Hát ez se jó, mert nem definiálta a tömeget. Tehát a grammot definiálta, ugye, a súlyt definiálta, de igazából a tömeget és a súlyt nem pontosan definiálta. Tehát alapvető hibákat követett el a fizika, én nem vagyok fizikus, én lelkész vagyok. De az alapvető hibákat én látom, hát nem vagyok olyan vakegér, hogy nem látom. És az a nagyon érdekes, hogy a fizikusok jelentős része is látja, itt nálam már legalább 15 fizikus járt, jó nevű fizikusok, de és...
És elkezdték érteni, amit mondok. Még nem értik, de már elkezdték érteni. Mert azt értik, hogy az a kritikám, hogy miért nem definiáltátok ti az időt, azt érti, hogy hát igen, mert nem definiáltuk. És akkor ha definiáljuk, akkor már jobb. A Minkowski elkezdett egy időt meghatározni, ez valamikor ugye Einstein idejében volt, 100 évvel ezelőtt, és akkor ő leírt egy időt, ami gömbszerűen terjed, egy pontból kiáradva, és speciál az origóból írta le, de az most mindegy, és egy gömbszerűen terjedő időt. Csak egy nagy baj volt, még nem definiálta az időforrást. És a télidőben is ezek szerepelnek, és mindenben ezek szerepelnek. Most, az a borzasztó az egészben, hogy hát az hány éves a Szent Koronánk? Hát 1700 éves körülbelül, nem ám 1000 éves, hanem 1700 éves. És ma akkor is keresztény volt, hozzá kell tenni. Ugyanaz az atya rajta, ugyanaz a fiú rajta, ugyanúgy vannak a szentek, tehát minden szempontból, de ez vagy 1700 éves, vagyis, hogy a hunok nem Szent Istvánnal lettek keresztények. Fölvették a nyugati keresztény dogmákat, tehát azt mondják, jó, ide is fizetünk adót, oda is, rendben van. És fizették Konstantinápolyba is, meg Rómába is fizették az adót. Ennyi, kifizetjük. Na, most boldogok vagytok, szóval körülbelül ilyen stílusban. És ott kezdődik a baj, hogy ez a korona régebbi. Lehet ezt pontosan igazolni? Miután kohosították? C14, ugyan. Kohosították, meg lehet határozni a korát. Hát, ugye, az, hogy nézegetjük, az nem igazán kor meghatározás. De mondjuk, hogyha megnézzük a tetején lévő égi pantokrátor képet, vagy az elején lévő földi pantokrátor képet, az mutatja a lényeget. Tehát, hogy van rajta két ilyen csepp alakú, hosszúkás csepp alakú ciprusfa. Francokat ciprusfa, az sose volt ciprusfa. De hát annak nézik. A humán minek nézi? Hát fizikát nem tanult, ilyen fizikát biztos nem. Tértechnológiát nem tanult. Bár nagyon érdekes, mert a Papp Gábor egy kimondott művészettörténész. De azt, amiből az egész világegyetem keletkezik, pontosan nevezte meg. Nem tőlem hallotta. Mert akkor még én tőlem ezeket nem is hallhatta, mert még én sem tudtam. De ő azt mondta, hogy fénymag. Mi az a fénymag? Amiből a fény ki kell, az a fénymag, ugye? A magból kell ki valami, de ez nem egy növény, hanem a fénymagnak a kiáradása. Úgy kell ki belőle, hogy kiárad belőle. És ez az egész világegyetemnek a legelső és legfontosabb lényege, hogy van egy olyan kis kiárasztó időforrás, amiből az idő ki kell. Először maga az idő kell ki, még fény nincs. Nincs téridő, nincs anyag, nincs semmi, vaksötét mindenhol. Semmi nincs. A teremtők is vaksötétek, de nem, de itt ne ez a fekete, meg jaj, de borzasztó, az biztos gondolsz. Ne így kezdj el gondolkodni. Hát a fény is fekete. Amit te itt nagyon látsz fény, ha elmegy előtted a világűrbe egy lézersugár, nem veszed észre. Nem veszed észre, mert a lézersugár nem világít meg semmit, akkor nem látod. Tehát magát a fénysugarat nem látod, egy lézersugár nagyon fényes, de nem látod. Az is milyen érdekes. Mert maga a fény csak akkor okoz nálad látási jelenséget, ha becsapodik a szemedbe. Vagy a bőrödbe, mert mit tudom, infravörös. Ez mind lehetséges. Tehát visszatérve, hogy keletkezett? A két teremtő, ott van a pantokrátor képen. Az a két ciprusfának gondolt valami, mert az az érdekes, hogy az egyik egy jobbos, a másik egy balos ciprusfa. Látszik is a törzsén. Látszik a törzsén, egy ilyen kígyószerű csavarodik föl rá, de az egyik jobbra, a másik balra csavarodik. Mert a forgás irányt ez hordozza. A teremtőnek van egy tengely körüli forgása, és ezért egy
hátrahagyott, csavarodott idővilágot hagy maga mögött. És ez a maga mögött hagyott idővilág teszi lehetővé, akkor, amikor belerohan két ilyen teremtő egymásba, még azt nem lehet mondani, mennyi idő alatt, vagy mikor, vagy nem lehet elmondani, mert hogy gondold végig, hogy nem lehet tudni, hát még nem volt idő. Hát ameddig nincs idő, kezdett, addig nincs kezdet. Addig valaki ilyen hősködött velem, hogy de akkor mi volt az elő, a végtelen után mi van? A minden után a minden jön el, mondta a Schlager. Hát figyelj, a végtelen, annak nincs kezdete meg vége, hát fel kellene fogni, csak a végtelen nem tudja felfogni. Valamikor kezdődik a végtelen, valamikor végződik a végtelen. Van a matematikában, hogy ilyen, úgy hívják, hogy megszámlálhatóan végtelen. Van ilyen, nagyon nagy szám, de nem végtelen. Tehát visszatérve magára az időforrásra, ott van rajta a Szent Koronán. És ezek a teremtők, ez a két ilyen ciprus fa alakú, befele kanyarodnak. A befele kanyarodó teremtők a férfihez tartoznak. De mutatja, amik mellette lévő két ilyen cseppalak, azok a tahionok a fizikában felfedezték, egy Lamb nevezetű fizikus fedezte föl, ó, Nobel-díjas, úgyhogy elfogadhatjátok, na, szóval nem egy utcára jött utcaseprő, hanem egy igazi profi. És ő fedezte föl a tahionokat a hidrogén szénképvonal felhasadásnál, volt egy plusz felhasadás, ami se onnan nem magyarázható, és ő fedezte föl, a számításaiból kijött, és tényleg felfedezte a tahionokat, aztán a fizika ezt nagyon kussolta. Tudnék, az az érdekes, hogy ez a tűzelem. Tehát a ciprus fának gondolt valamik, az két tűzelem, jobbos meg egy balos tűzelem, mert ezek hozták létre a középen ülő Jézus urunkat. Ott ül a trónusán. Egy ilyen hasonló trónusom, mint én, csak tele van dekorációkkal. Ott ül a trónusán, és ő az, aki elmondja, pontosan elmondja, avval, hogy oda van rajzolva. Hát mi van oda rajzolva a foteljára, így elő? Nagyon érdekes, hogy mi van oda rajzolva. Ilyen parallelogramma. Na, a parallelogramma mind a két fotelon van. Tehát azt mondja, hogy nem egy téridő keletkezik, amikor találkozik a két teremtő, hanem kettő. De mi még ott se tartunk, hogy az elsőt, amiben benne élünk, azt megértjük. Még ott se tartott a fizikánk, nem jutott el odáig. Pontosabban egy Wheeler nevezető amerikai fizikus írt le egy félspínű teret, ami már úgy teli találat széle volt. Tehát nagyon a tízes kör széle volt, de nem a közepébe talált még bele, egy félspínű téridőt írt le. Tehát egy csavarodó spinor teret írt le, egy nagyon bonyolult hullámteret. Tehát ő jól írta le. Aztán visszatáncolt, nagyon érdekes. De amikor már definiálni kellett dolgokat, akkor már olyanokat mondott, hogy pedig már majdnem eltaláltad, de mégsem talált el. Tehát nem jó, amit elmondott. Amikor a két teremtő találkozik, keletkezik két csavarodott időrendszer, téridőrendszer, az már téridő. De kettő, és ezek nem egy darab kering valamiben, hanem egy nagyon bonyolult rendszer, mert mindig belemegy magába, keletkezik bele egy virtuális látomás, akkor az is körbe megy magába, az is virtuális látomás. Ilyen háromnegyed fordulatok után körbe mennek, oldalt ugrik, átlót ugrik, és létrejön a téridő parancsolja. Az ég és a földi pantokrátor is Jézust ábrázolja? Igen, csak itt a Jézus az ugye itt a földön élt. Mert a földi pantokrátor képen találtam meg a parallelogrammát a két fénymag alatt, ami a két földibe? Korfán. Hát ott van a képen. Igen. Mert ez már a megteremtett téridő. És egy kicsit, ha odafigyelsz, akkor a Mátyás templomba még a függvény is kin van. Minden kin van. Ki van téve minden lényeges a Mátyás templomba. Az egy nagyon ősi gondolatainkon alapuló templomterv volt, és restauráció is jó volt. Tehát a bejáratnál mindjárt ott vár a két teremtő. A déli főkapunál mész, akkor ott vár a két teremtő, két ilyen albetű szerű jel, aminek a közepén van egy-egy ilyen négyszirmú virágszerű
kis valami, egy körbe. Hát ez a vonok egyese, ott van az asztalon. Ez a vonok egyese, Istent és te, teremtőt is jelent, most gyerekek. Nem jó? De nagyon. Csak egy nagy baj van. Senki nem értette. Mi az, hogy egyes meg Isten? Ez valami vallási hülyeség, és elszaladt előle a barom. Hát ott volt a megoldás. Elszaladt. Ő templomban nem jár, mert ilyen klerikális hiszékenység, de nem. Ez csak a nép mákonya, meg na, jó van. Komán, te nagyon materialista vagy, csak miből áll az anyag? Az is Istenből áll, nagyon ciki. Tehát a materialista, az ateista, az összesista, aki valamilyen tagadóista, az mind az Istent vizsgálja, nem tud mást. Képzeld el, hogy nincs más, a két teremtő van, és kész, nincs más. Ebből keletkezett a világegyetem, az egész világegyetem. Na de hogy keletkezhet két ilyen tömegtelen kis valamiből, mert ha gyorsabban megy, mint ahogy terjed a tüzelem, azért ilyen kúpos csepp alakú. Hát, gyorsabban megy, ugye nincs tömege a forrásának, mert különben nem lehetne, nem léphetni át a fénysebességet, de egyenlően szed szénézet. Na jó, ez nagyon jó hangzik, komám, csak egy nagy baj van, itt az M0. Mert nincsen görbült tere? Görbült ideje van, de görbült térideje nincs, mert ez a tér, ez is egy ilyen, önállóan tér nem létezik, csak téridő létezik. Tehát csak tér, ilyen nem létezik. Csak idő létezik, meg téridő létezik. Erre rájöttek már 100 évvel ezelőtt, mondogatták ezt a téridőt így egybeolvasva, egybeírva, mondogatták, nem igazán értették. A koordinátorrendszer erősebb volt, és legyőzte. Ugye hát akkor azt már úgy értették, XYZ, megvannak a távolság, le tudom mérni, mint üveggolyót megkapom. Ha, csak egy nagy baj van. Nem ilyen a téridő, hanem egy terjedő, hullámszerű világ. Olyan a téridő. Mert amikor körbe kezd menni egy ilyen tüzelem, akkor hozza létre a levegőelemet, és abból mindjárt keletkezik egy hatos szimmetria. Na, mi van kirakva a Mátyás templom elején, a déli főkapunál? Hat anyagjel, így ding-ding-ding, és ott áll a nagy boldogasszonya a kisdeddel a kezében, és a feje tetején van egy ilyen rózsablak, és a rózsablak ha hat ilyen hármas yin-yang jel, vagy hogy is mondjam, jel van. Tehát, hogy van ez? De ez, mi nem vagyunk buddhisták, vagy kínaiak, vagy hogy van ez az egész? De bizony az van kirakva. Ja, hármas, ja, nem csak a magyaroknál van kirakva, máshol is kirakva. Ugyanezt a vonok egyesét Németországban is végig megtaláltam, meg más helyeken is megvan. Kölni dóm, meg szóval nagy dómokon ott van ez a jel. És az a lényeg, hát az a teremtő, ez nem a hunoké, ez az egyes, csak mi megőriztük. Itt a zsidók megőrizték a hatágú csillagot. Miért érdekes ez? Előbb mondtam a hatos szimmetria, ugye? Hát a téridő hatos szimmetria, hát az a szent lelket jelenti ez a Dávid csillag. És ne, ott se olyan egyszerű, hogy egy hatágú csillag, nem, komán, hanem így át van fonva egymáson. Biztos, ha figyeltél, akkor láttál ilyet már. Tessék, parancsolj. Én nézem ezt a rózsaoblakot, de nem értem. Tudom, a hiba bennem van bizonyára. De középen van látom egy hatszírmú virág. Igen, ott van a hatszírmú virág, és ott van körülötte 6 darab, ilyen, 3 részre osztott körcik, tehát ilyen yin-yang ábra, 3-as yin-yang. Igen. És onnantól kezdve anyag? Az az anyagi univerzum, így van. Az már a 6 teremtett univerzum, úgy is mondtam az előbb, hogy a teremtett univerzum. Tehát ő lehetővé teszi 6 teljes univerzum létrejöttét. Azzal, hogy 6-szor másolódik le a téridő magában, bár csak 5 forrás van benne mindig, az 5 királyfi, és egy ilyen, de az 5 királyfi sem ilyen lófarkas herceg a fehér lovon, hanem 5 darab fiú típusú időforrás, meg lány típusú időforrás, csak annyi különbözteti, akkor merre gombolódik. Mint a blúzod, vagy az inged, vagy a... Tehát itt is őrizzük ezt a titkot, és ez a lényeg, hogy ez ki van rakva, nem igaz, hogy nincs kirakva, hogy a téridő egy 6-dimenziós világrendszer,
Tehát, ja, és miért áll a fején a nagyboldog asszonynak? A nagyboldog asszonyban létezik az egész, úgy, ahogy van. Van, nem a feje tetején, hanem van, benne. És az van a misében, hogy belőle, benne, általa. Talán észre kellene venni, hogy mit beszélsz. Mert ez jó, amit mondasz a misében, kedves papkollegám, ez nagyon jó, mert ez így van. Belőle van minden, benne van minden, és általa van minden. Mert hogy az a dimenzióforrás először létrehozott egy, a férfi dimenzióforrás az anyában benne létrehozott egy téridőt, de az anya is létrehozott az apában benne, a hasában. Képzeld el, ú, fiúk is születnek, ugye? Tehát ott is létrejött, de az egy antianyag univerzum. És ez az antianyag univerzum, ez fordította a térideje, és fordította az egész. És létezik olyan, csak nem találják, keresik az antianyagot. Hát, ha jobban figyelnének, akkor ennek a mi univerzumunknak a fele is antianyag. Ha kicsit jobban figyelnének, de nem figyelnek jobban. Mert a téridőben is megvan az ellenkező csavarodású rendszer. A mi téridőnk jobbos, a túloldali része az balos. Mit jelent? Hogy a téridőnk az a férfi típusú, de a túlfele az női típusú. És ez nem biológia, már megint nem biológia. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert itt is egy nőt ábrázolnak, ugye, egy kis deddel, azért, hogy az emberek valamilyen szinten felfogják. Mert nem tudja felfogni, hát a megfoghatatlanul parányi időforrást a büdös megveszekedett életbe se érti meg. Ha nem lehet megnézni, nem lehet megtapperolni, kész. És akkor nincs ilyen, kész. Hogyan nem hiszem el. Parancsolj. Azt szeretem megkérdezni, hogy ha ugye létezünk itt is, és létezünk egy másik helyen is, egyszerre. A túlfelünk az antianyagból létezik. Akkor valójában én is vagyok még valahol is? Mondok valamit. Csak elkezdtem, de aztán. Tehát nem csak itt vagy, hanem a túloldalon is vagy, a tükörvilágban is létezel. Ez nagyon fontos. Egy iszonyatosan gyorsan rezgő időforrásból keletkezett az egész, de ez tényleg iszonyatosan gyors. Ez sok trilliót rezeg másodpercenként. Tehát iszonyatosan sok rezgést végez egy másodperc alatt. És az az iszonyatosan gyors rezgés lehetetlenné teszi, hogy te máshol legyél. Tehát ha ez az anyagi világ, amiből én állok, anyagot, az az anyag, ilyen ide-oda rezgő forrásúval áll, akkor itt van az antianyag is bennem, meg benned, meg mindenben, csak ellenütemben van. Tehát amikor az egyik létezik, nem létezik a másik, és vice versa. Tehát ellenütemben létezik az antivilág, antianyagvilág, meg ez a világ. És hát ugye ez egy rendszer. És egy rendszer, és ezért a 16 párhuzamos univerzum, ami majd később következik még, amit visszatérek rá, ugye annak a duplája az a 32, és ezért a mi univerzumunk a tükörvilágával együtt az 32 dimenziós. A másik fele, az a más világ, az nem, nem túlvilág, a túlvilág az itt van. A más világ, az meg máshol van, és az antianyag univerzum, hozzánk képest antianyag, mind a kettő pusztító a másikra nézve, tehát nem gonosz, de pusztító. Hát miért? Mert az anyag találkozik az antianyaggal, tehát szerelmes lehetsz te egy antianyag lányba, megölelheted, és ez volt az utolsó dolog, amit csináltál életedbe, mert egy akkora atomrobbanás következik be, amilyet a világ még nem látott. Szóval ez aztán kirobbanó ölelés volt. Ugye, mert egy antianyag nő, mondjuk legyen 60 kiló, legyek én is nagyon snájdig 60 kiló, de a 120 kiló anyag, na most a 120 kiló anyag teljes egészében eltűnik a létezésből, a bennük lévő fény kiszabadul, gyerekek, az katasztrofálisan nagyot pukkan. Tehát ez egy nagy duromás, tehát megöleled és pú, kész. Ez akkor nagyot robban, hogy a félföldet eltakarítja. Szóval nagyot pukkan. És ezért nem kéne ilyet csinálni. Ez a lényeg. Rajta van, rajta volt a hátul lévő képen a nagyboldog asszony is a koronánkon, csak azt lesinkófálták róla.
leszerezték róla. A Grúziában egy darabja megvan annak a képnek. Kakuli, Triptikonba. Már így van. Uh-huh. Van egy kolostorba egy kettétépet kép, és ez itt hátul volt a koronánkon. Nem biztos, hogy ez volt rajta, de egy ilyen kép volt rajta, pont olyan hasonló volt rajta. Tehát én nem állítom, hogy ezt az én koronánkról lesz egy képet tépték ketté, de amikor még megkapta Szent István, akkor még rajta volt. Majd jóval később nyírták ki a koronát, már a Habsburgok, tehát jóval később tették szarra. Leszereltek, felszereltek, ráfűztek, mindent csináltak vele. Be voltak tőle gyulladva, mert ez egy működő korona. A működő az azt jelenti, hogy működik, mint a telefonod, működik. Hát a feltöltötte. De működő eszköz, és nem az van, hogy hát egy bádog darab, és akkor össze lehet, ilyet bármikor lehet csinálni. Hát nem lehet. Nem lehet, mert hogy olyan elemek vannak benne, amit nem lehet házilag itt barkácsolni a konyhaasztalon, vagy levágni egy lemezolóval, és akkor szépen kidekorálni. Nem lehet. Mert nem úgy működik az egész. És itt van, ezért féltek tőle. Talán ezért is adták haza az amerikaiak. A 70-es években. Onnan akkor hozták haza. De nem lehetett Kádára átadásnál. Hát most ilyen kikötés. Ez olyan hülyeség. Hát jó, nekik ez egy öröm volt. Na. Szóval, mondja. Megtaláltam közben azt az ábrázolást, a Mária ábrázolást, ami a Kakuli Triptihonban van. Kifelé állnak a ciprusfák, nem kifelé befelé. Kifelé áll rajta, az egy darab ciprus van, ami megmaradt. Hát jó, hát a túloldalon is volt egy ilyen, és ugyanolyan a fotelje, nézd meg. Ugyanolyan fotelje van. Tehát ez a más világnak a királynője, mert ott fordítva van, mert ott nem a fiúból lesz a világ, hanem ott a lányból lesz az egész világegyetem, az a másik világegyetem, az lányból lesz. És a benne lévő anya pedig fiú. Nálunk viszont a téridő a fiú, a Szentlélek fiú természetű, és a benne lévő anyag az női természetű. És ezért van a teremtett világoknál az a hat rózsablakon, az a hat yin-yang jelszerű anyagjel, az az anyagnak a jele, nem az energiája. Az energiája az csak egy ilyen esbetűvel van, ugye? És nekünk az tökéletesen kijött az idővissza csatolásnál. Úgy a jel kijött, maga pofán puccakat lerögtön. Kijött a jel. Tehát visszatérve erre a Kaktuni Máriára, ezen ugyanazok az attribútumok, mint a mi koronánkon, egy pontosan ilyen kép volt rajta hátul, és ezzel potolni is tudjuk, mert tudjuk, ha a fele megvan, akkor már tudjuk, hogy minek kell rajta lenni. A ciprusfának nevezett ezenek annak ellenkezőleg kell csavarodni, mint a mi koronánkon, tehát fordítva van, minden fordítva van, a befele, kifele, és így tovább, tehát kifele kanyarodik. És ha nem kifele kanyarodna, nem lenne világparancsolj. Tegyük fel, helyre akarjuk állítani, meg akarjuk javítani. Nyilván nagy viták lennének, de mi kell hozzá, azon kívül, hogy kell egy ötvös, meg kell hozzá ékszerész, bárki megfestheti. Beszélőkő is kell hozzá. Igen, egy, mi az igen. A beszélőkő, kettő, számít-e, hogy hol készítik, számít-e, hogy ki készíti? Rajta. Több is volt rajta, leszedegettek róla. A Szent Korona uralkodik a Kárpát-medencén most is. Az összes országon a Szent Korona uralkodik. És ezt tudják, mondjuk szlovén, meg horvát történészek is ezt tudják. Vagy szlovákok is tudják. Tehát sok minden érdekes van most itt a politikában, de tudják. Itt nem valamilyen visszaállítjuk meg, nem állítjuk, mert nem erről szól a történet. A korona uralkodik. És a korona uralkodik, ez majd ki fog jönni. Lesz ennek kimenete. Tehát visszatérve a koronára, vissza lehet állítani, de beszélőköveket nem tudunk rá csinálni. A beszélőkövek azok minden almafa virágzáskor egy fiatal szerelmes párnak hajlandó megnyilvánulni. Ezek a beszélőkövek, és akkor azok kérdezhetnek tőle, és válaszol rá. Az az őrület, válaszol rá. De csak egy kő, és válaszol rá. Miért? A te telefonod az mi? Mi a te telefonod? Ott le tudsz ülni. Ott is le tudsz ülni. Tehát
válaszol rá. Látod, így jártatok, mert nem ültetek előre. Most hátra elbújtatok, most elétek ülnek. Tehát az van, hogy ezek a beszélő kövek válaszoltak, a teremtő válaszolt. Egy évvel egyszer a teremtő válaszolt ezeken a beszélő köveken keresztül, ami a koronára volt rátéve. Tehát maga a korona válaszolt. Parancsol. Hogy tud egy kő beszélni? Mi az, hogy tud a telefonot beszélni? Van annak szája? Szája nincsen, de tele van elektronikával, félvezetőkkel. Honnan tudod, hogy az nincs tele elektronikával, az a beszélőkő. Tehát ránézek, egy darab követ látok. Hát egy követ látsz, mert már nem az van rajta. Mert lecserélték. Itt csak itt a probléma. Meg hát nem biztos, hogy a telefonod ránézel a telefonodra így, első egy fekete lap. Látsz azon valamit? Hát persze repedéseket, mert folyton levítem. Akkor repedéseket látsz rajta, de hát nincs azon semmi, még a gombok sem nagyon feltűnőek rajta, szóval nem ilyen vantacsizi gombok vannak rajta, hanem ilyen, hát ilyen jó, én az enyémet úgy kell nyomni, elfárad a kezem, mire elindul a telefon. Parancsol. Tehát elmondhatjuk, hogy egy olyan jellegű műszaki eszközről beszélünk a beszélőkövek alatt, mint például amilyen a magnéziumrúd volt, amit szétvagdosta. Pontosan. Úgy ránézünk, pontos. Földi por létezőként és egy kristályos valamit látunk? Igen, csak hát az is érdekes, mert a Debrecen Egyetemben utána lemértéke ezt, azt mondták, ez azt tudományos tanácsot, jó tanácsot adták ennek a tulajdonosnak, hogy fűrészeljen ki belőle egy darabot. Érted? Egy működő műszaki tárgyból fűrészeljen ki egy darabot, és adja nekik oda, majd ők analizálják. Hát ez baromira tudományos, ez annyira tudományos, hogy majd szétszakadnak az okosságtól. Tehát egy működő, olyan, mint azt mondanám, hogy hát megvizsgálom a telefonodat, de levágom a sarkát. Hogy mi van a sarka mögött, tudja a fene, azt nem tudom, de vágjál ebből egy darabot, és adod a nekem, majd én megvizsgálom. Hát de megvizsgálták ezt a kivágott darabkát, egy karikát, szalámiból ízét kivágtak, mert ez egy rúd, kivágtak egy szeletkét, megvizsgálták, annyi 9-es volt benne a magnézium, amennyit soha sehol a Földön nem gyártanak. Érted? Az annyi 9-es azt jelenti, hogy olyan nagy tisztaságú magnézium volt, amilyet sehol senki sem gyárt a Földön. És ettől kezdve kellene már gondolkodni egy icipicit. De nem tették. A győzteskedés, a tudományos győzteskedés az, az nagyon erős volt. Hát tönkretettek egy működő eszközt. Ez az eszköz működött, ott felejtették a Földön kívüliek az ágya végébe. Ez egy ilyen rúd volt, a végébe egy ilyen zöldes, ilyen kis trapéz, csonka gula alakú kis kristályszerű üveg, vagy mit tudom én mi. Volt rajta egy háromszegletű ablak, azon egy ilyen ovális luk, nem üveggezve volt, hanem ilyen kristály volt az ablak is. Tehát maga az ablak is kristályból volt, mert a felületét, ahogy nézegettem, volt a kezemben, nézegettem, ez ilyen kristályfelület volt. Tehát az nem az a sík, nagyon sík kristályfelület, hanem olyan kicsit hepeupás. Tenyésztett kristályszerű? Igen, tenyésztett kristályszerű, de benne volt egy kis kocka alakú valami az ablak mögött, be lehetett látni az ablakán, egy kis kocka alakú valami volt bent, és ez a kis kocka alakú valami működőképes volt. És volt rajta még 9 darab kis bogyócska, ilyen mint egy sörét, végig így rajta. Na most az volt az érdekes, hogy tűvel belepiszkált a tulajdonos, hogy megpiszkálja ezt a kockát, hogy az mi, és fölborította a zsiguliát, ami, vagy az ilyen moszkvicsát, ami föl volt egy ilyen bakra rakva, azt föllökte. Hú. Utána már elérakott egy vaslemezt. És megint piszkálta, fölizzott a vaslemez. Hú. De mitől? Hát ez csak egy kristály. Semmi. Ja, megröngenezték a Debreceni Egyetemen, ipari röngennel, láttam a felvételt. Hát, meg lehet, hogy mondjam, hozzá kell tenni, hogy a zsebőklinikán dolgoztam, mint röntgenes. Tehát egy nagy, pici elképzelésem van a röntgenezésről, és ipari röntgennel nézegették, így kézbe forgatta, a kesztyűt már átvitte az ipari röntgen, de azt a kis 9 bogyócskás sörétecskét nem vitt át, az olmot már átvitte, a sörétecskét nem vitt át. Meg azt a kis kockát, ami benne volt abban a kis ablak mögött, és még valami,
az ablak egy ilyen egyenlő szárú, nem egyenlő oldalú, hanem egyenlő szárú, tehát nem ilyen háromszög, hanem egy ilyen, és az be volt, olyan volt, mintha be lenne galvanizálva, ilyen aranyos szín, aranyra, vagy mit tudom én, aranyszínűre. Igen ám, de azt se vitt át. Az volt az érdekes, ahogy forgatta, azon lebegett egy ilyen háromszög a levegőbe, tehát az a bevonat, ami rajta volt, azt nem vitt át az ipari röntgen gyerekek, az olmot meg átvitte. Ez egy ilyen uránon túli elemről? Ami uránon túli elem volt, bizony. Bizony. De ha az ipari röntgen az olmot már átvitte, ott már nagyon komoly dózis volt, és ennek is a kesztyűt is, a védőkesztyűt is átvitte. Láttam a kezét bent a csontvázát a Palinak a kesztyűbe. Tehát az azt jelenti, hogy lüke volt, mert azt hitte, hogy ezzel nem árt magának, aztán csak kiveri a rák valahol. Mert azért ez nem veszélytelen, a röntgensugárzás sem. Az is veszélyes. Tehát nagyon sok izgalmas dolog volt, de itt sem. Tehát az volt, amit tudományosnak képzelik magukat, de olyan buták, hogy már gyűjtem egyesre hülyék. És képzeld el, hogyha ezt a kis vackot kiállítják egy vitrínbe, Debrecent fölvirágoztatta volna, nem hülyeskedek. Igazi földön kívüli tárgy, nézzék meg, mindenki megnézheti, egy vitrínbe ki van állítva, egy üvegvitrínbe. Gyerekek, hányan nézték volna meg? Debreceni repülőtéren kormos lett volna nagyon a kifutó a sok leszálló meg felszálló repülőtől. Nem ezt csinálták. Ennyi érzéke nem volt ezeknek a beképzelt, gőgös idiótáknak. Pedig ez fölvirágoztatta volna a várost, parancsa, meg az egyetemet. Odébb lögtem a tűt ezzel a magnéziumrúddal. Kérjünk vissza a beszélőkövekhez, akkor ez egy számítógép volt, illetve több számítógép volt, amik ez a számítógép kapcsolattartásra voltak. Talán nem jó kifejezés, de egy fejlettebb berendezés a mi számítógépenknél az lehetett. Tehát egy olyan tenyésztett kristály, mint az IC-ink is tulajdonképpen tenyésztett kristályok, de van egy szilíciumlap, és akkor fém rétegek, meg félvezető rétegek vannak rá maszkolva, tehát nagyon, ha nagyon kinagyítod, akkor ilyen egymásra fedő ilyen fémréteg, meg félvezető réteg, egy nagyon bonyolult ilyen egymásra rakosgatott rétegekből állnak ezek az integrált áramkörök, a telefonodban is olyan működik. És attól okos a telefonod, meg attól tud felkapcsolódni az internetre, meg mindent azért tud, hogy a telefonközpontra, mert ez már egy nagyon bonyolult technika, ami rétegezett módon tenyésztett kristályokra van alapozva. Tehát az integrált, az az IC az azt jelenti, hogy integrated circuit, az integrált áramkör. Azt jelenti az IC kifejezés. És ez egy IC, de nagyon bonyolult, nem a mi színvonalunkon, hanem 10 000 évvel fejlettem. Vagy 100 000 évvel fejlettem. Tehát mi még bantunégerek vagyunk a bunkóval a kezünkben, szóval nem értjük mi. De legalább neki kellene állni, és gondolkodni kellene, nem szétfűrészetni egy működő berendezést. Tehát ennyire nem lehet együgyű. De azt hittnéd, hogy nem. De igen. Az egyetemet is fölvirágoztathatta volna vele, képzeld el. Mert egy uránon túli elem, mennyien jöttek volna megnézni. Igazolva van, hogy ez nem ólom, tehát nem is urán. Akkor mi a rossz sem? Amit még az ipari röntgen sem visz át, az micsoda? Milyen anyag? Nincs is olyan anyagunk. Tehát igazolva lenne, hogy ez földön kívüli, mert hát a földön nem gyárt senki ilyet, akkor bizonyára ez valahonnan földön kívülről származik, tényleg nem hazugság. Szóval, hogy mondjam, az emberiség a gyűlöletbe fölfüti magát, és a butaságba, és a beképzeltségbe, a hiúságba, mindenbe. Tehát itt még mindig, most éppen néztem egy ilyen csillagász, nagyon aranyos, okosakat mondott, egész addig a pontig mondott okosakat, ameddig a földön kívüliek szóval nem kerültek. De akkor már a régi dogmarendszer beindult, és akkor már, mint a csillagászati tanszékvezető professzorral beszélgettünk, tévéfelvétel, megvan róla a felvétel, tehát igaz, és akkor a Nevere Pista az az író, aki azért a Jókait is leverte, tehát van olyan író, mint a Jókait, tartalom a 700-nál több, vagy 800-nál több könyvet írt, tehát komolyan benne van az írásban, és egész jó könyveket írt a
Pista, én már nagyon régóta, évtizedek óta ismerem. Nem erre urat, és mi volt a lényeg? Hát mondta neki, de hát professzor úr, hát leírtam oldalakon keresztül, hogy melyik csillagász, mikor, hol figyelt meg földön kívülieket, űrhajókat, mit tudom, miket. Hát az sem számít, hogy le van írva, és azt mondja a háttérben a professzor, hallatszik a hangja, hogy na, ez a lényeg. Vagyis, hogy te megkékülhetsz, meg lilulhatsz, bármit csinálhatsz, akkor sem fogom elismerni, hogy vannak földön kívüliek. Ha ugyanabban a műsorban nagyon aranyos volt, a szakértő, akkor még hadügyminisztériumnak a szakértője magyarázott össze-vissza, és akkor ott is volt, hogy hát, lehet, hogy valamikor voltak 1000 évvel ezelőtt itt földön kívülek, lehet, hogy 1000 év múlva lesznek, de ilyen nincsen, ilyen földön kívülek, nem járnak ide, nagyon vert a szövege. Negyed óra múlva mondtam neki valamit, és akkor hirtelen beindult, mert nem lehet összekeverni a radaron az UFO-kat a repülőkkel. No, na hát az UFO-k a radaron másképp repülnek, ezt mondta. Na pont ez az. Ezek azok az UFO-k, amik majd 1000 év múlva jönnek. Észrevette, hogy elszólta magát? Hát persze, elszólta magát. Ugyan reagált rá. Egyébként a hadügyminiszterrel is ott beszélgettem, ugyanott beszélgettem egy másik alkalommal, az valamikori hadügyminiszterrel, az is ugyanúgy mondta, hogy igen, láttott UFO-kat. Akkor odajöttek, 5 malév pilóta odajött a előadó terembe, vagyis hogy aztán, hogy akarnak velem beszélni, hátul az előadóiban, az nem az előadó terem volt, ott leültünk, és 5 malév pilóta, abból 4 malév egyenruhában jött ott, és azt mondta, mindegyikünk látott UFO-t. Repült a szárnya mellett, szóval nem a Vénusz keverte össze meg, nem. Látta, ott szárt közel a szárnya, mert integettek egymásnak a földön kívüli pilótával. Na most ettől kezdve menjetek már a fenébe ezzel a sok hihazugsággal. Tehát megpróbálják valamiért lehazudni, de hát melyik az a nagy hatalom, aki elismerné, hogy van fölötte egy másik hatalom, amihez képest az összes fegyverrel csak krumpli puska. Tehát ilyen, tudod, ilyen csőből kipukkantott krumpli puska. Ez semmit sem ér magyarul, az összes fegyver semmit sem ér. Te egyet visszalő, akkor egy pillanat alatt szitával lövi, a 15 repülő kíséri, mind a 15 lesz volna. Hát azt mondja nekem a repülése, a nagyfőnöke azt magyarázta nekem, hogy hát nem emelek el a repülőt, nincs nekem annyi repülő. Tehát UFO-kra nem emelnek repülőt, mert egyet pukkant, azt már nincs is repülő. Tehát esélye nincs a földi repülőgépnek. Nagyon ciki. Tessék, mondja. Hát csak ott a... Nem, gondoltam, hogy megfogalmazom egy kérdést, de... Fogalmaz. Addig valaki más. Mondjad, hátul. Mondjad. Én mondanám, hogy a Knoll Gyula az megvan, a repülő ezredes. Na, nekem jó barátom, de együtt dolgoztunk a légierőnél. Őt ráirányították az osztrák határ mellett, ő kötelékparancsnok volt. Tehát 2 gép ment mellett, őt ráirányították egy UFO-ra, és ugye meg kellett határozni, hogy mi ez. Hát akkor aznap, mit tudom én, mi volt, csöves kukorica volt a fedőlele, és őt valóban még az időt is meg tudták állítani, ki tudták lebegtetni a fülkéjéből, le van írva a könyvébe. És 40 év titoktartása volt, hogy nekem is, és utána írt 4-5 könyvet ebből, és jelenleg is ír még ebből a könyvet. Persze. És olyan tulajdonságokkal rendelkezik, hogy amit tőlük kapott. Tehát az, hogy most van-e UFO, vagy nincs, ez egyszerűen nevetséges. Nevetséges, de nagyon mondják. Másfél most... milliárd évvel léteznek. Egyébként itt ezt a kápolnát itt segített nekem építeni a kecskeméti repülőtérnek a pszichiátere. Majdnem átlőttem egy létszám. Nekem is. Esik? Ez az ő könyve volt, amit itt feladottunk. Pillanat, igen. Elvesztettem. Egyébként én is találkoztam velük, de nem akarnak minket elpusztítani. Nem, hát el akarnának, már rég elpusztítottak. Egyet kérdezhetek? Persze. A koronán, amit ezt a ciprusfának nevezzük, a koronán, a ciprusfának nevezett ciprusfa, ezt rengeteg szőnyegen én láttam. És Japánban azt csinálják, hogy fölteszik ezeket a nagyon régi szőnyegeket egy nagy csarnokba, mondják a turistáknak, hogy menjenek végig a másik oldalig.
utána átkapcsolnak másfajta világításra, föl kell venni a 3D szemüveget, és nem tudnak visszajönni. Mert minden egyes szőnyegbe, talán ebbe is, bele van, hát ebbe is van. Hát hogy nem, abba hogy bele nem? Van kódolva, ez egy kápoldában van. Bele van kódolva a 3D-s. Hát, próbálja ki mindenkit. Persze. Nézd meg, ott a lenézel, olyan kis, ilyen kis félkör alakú bevágás, hány van rajta? Számold meg. Olyan kis betüremkedés. Nekem a falon van, és állna azt próbálom megfejteni. 16 betüremkedés van. Milyen hajtómű van rajta, vagy milyen technika van rajta. Így van, úgy van, úgy van. Nagyapán. A szent szőnyegek ezek azért nem jártak rajta, mert csak a falra rakták. Csak a nyugati ember ilyen kultúrát, hogy a padlóra teszi a szőnyeget, és rátapos rajta. A szentíráson járkál ilyen. Annyira baromira kultúrát. Még egyet kérdezhetek? Persze, még kettőt is. Ülj át oda, hogy hallatszom. Nem látszol a képen. Oda ülj. Kovács Csaba vagyok egyébként. Szervusz, Kisfaludi György. Tényükben így volt is. Oda ülj le, ott is lehet. Tehát a Baba Máriáról kérdezném, hogy ha van a férfiben a női anti meg anyag meg rendes anyag, ugye? Akkor amikor a Mária megjelenik, és főleg most a vallási megjelenése érdekelne, mert abban nem vagyok olyan tájékozott, hogy amikor ő fénybe öltözik, az lehet a két térnek a potenciál kiegyenlítése? Ő maga a fény. Igen, de ő mindig ilyen sugárzóban jelenik meg. De nincs ott nő. Ő maga a fény. Jó, akkor a fény. Fénylény. Tehát a fénylény az egy fénykvantum. Azt értem. És a nap közepében van egy darab fénykvantum, egy, azaz egy darab fénykvantum, ami egy másmilyen fénykvantum, nem 8-as szimmetria, hanem 6-os. Itt 8-asok is vannak, ha megnézed a szőnyegen, tehát ilyen 8-ágú csillagok, ott ez a külsőn is. Ugyanígy megvannak nekem is ott. Úgy van. Tehát a lényeg, hogy ő egy fénykvantum. És azt kezdtem elmondani, hogy a két teremtő találkozik, és keletkezik egy jobbos, meg egy balos. Ezekről van szó. És ez a nagy boldog asszony az egy fénykvantum. Nem egy néni, egy öreg néni, meg egy mi. Értem én azt. Nem, de ilyeneket képzelnek hozzá az emberek, mert úgy egyszerűbben érti meg. De ennél sokkal, sokkal általánosabb, univerzálisabb dolgokról van szó. Világos, csak ez a fénybe öltözött Mária, ezzel mit akarnak, tehát a vallás mit akar rejtve elmondani vele, hogy a Baba Mária miért fénybe jött? Tehát a potenciál különbséget? Miért napba öltözött az asszony? Azt én értem a fényi részét. De a napba öltözött asszonynak a kellős közepével van egy darab időforrás, és ez egy női típusú időforrás. Igen, értem. És a női típusú időforrás magára vette a napot, mint ruhát. De hát, csak magyaráznak a szkeptikusok meg azért, de hát ott millió fokos hőmérséklet, hatalmas nyomás, és de ez egy fénykvantum, drágám. Így van, napon keresztül lehet lepülni. Hát, úgy van, parancsolj. És ilyen található a Földben is, Neptunus, Merkur, Hold, ilyenek? Mindegyikben található ilyen. A földit mi a hunok úgy hívtuk, hogy Jolitorem, és a mások, meg mondjuk a rómaiak meg úgy hívták, hogy? Gája, úgy van. Gája, és az a Földnek az időforrása, vagyis a téridőforrása. És ez intelligens. Na most ez a... Milyen őrület? Az van ott fölfaragva, nézd meg ott a szekrény alján. Az a téridő forrás van fölfaragva, ott van. Mi hordozza? Minek a hátán állnak? Melyik az a kép? Ott az a faragvány. Itt fönt? Igen. Látszik? Igen. Ha jó, hogy ezt nézem, akkor igen. Hát egy. A napon? Háromból egyet vegyél. Ugye van egy sárkány. A hátán állnak öt álló, meg egy a lovon. Látod? Igen, világos. Az a napba öltözött asszony. Mert ő a transzporter forrás, aki a királyfit megszüli, a királyfi körbe megy, ez az élettartama, utána megszül egy királylányt, a fiú, lesz a királylány, megint megszül egy fiút, az körbe megy, és így tovább. Világos. És ez egy állandóan önkeltő rendszer, ez egy nagyon stabil önkeltő rendszer, és ez az önkeltő rendszer a téridő maga. Tehát ez a Szentlélek, az van oda kirakva, a Szentlélek. Ez most az
hipertér nélküli szentlélek, ami ide föl van rakva. Hogyha onnan kiveszel a szekrényből, van ott egy faragvány, óvatosan kusszában a sok sajré között, és ott azt a faragványt próbált kivenni azt a... Kiveszem. Nem ére kezem. Elefánt a porcelánban. Én jövök a gibbondásban. Te milyen aranyos. Na. Ugye középsődője? Na, tudja a Pető, hogy mit akarok? Nem, nem a hallgatózat. Hát ő már tanársegéd úr, az már tudja. Na, ez azért érdekes, ugye? Mert ezen, ha megnézed, 5 szereplő van, nem 6. Ott 6 van, mert ezen nincs rajta a transporter forrás, ezen a faragványon. Viszont van 5 darab szereplő, és ez az 5 dimenzió forrás, a napszerám van, ez az 5 dimenzió forrás, ezek a szereplők. Teljesen egyformák, ha megnézed őket, de érdekes, mert a középsőnek barna a ruhája, a másikoknak piros-zöld, de ennek egy barna. Ez a mi atyánk. Ugye a mi atyánk imában ott van, a mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Tehát a mi atyánk az azt jelenti, hogy az 5 közül az ettől a forrástól származunk mi. A mi anyagunk, a mi lelkünk, és itt olyan logikus rendszer, abszolút logikus rendszer. Amikor megérted, tessék van csak. Ha meg kell címezni, hogy mi atyánk, akkor hallja a többi atya is. Hát van, ugye még itt 1, 2, 3, 4, 5-en de annak. Úgy értem, Gyuri bácsi, hogy azért kell megcímezni neki, hogy mi atyánk, mert hogyha nem címezünk, akkor... Hát a mi atyánkhoz imádkozol, nem? De hogyha a többi atya nem hallaná, akkor elég lenne azt mondani, hogy atyánk. Igen. De megcímezni. De hallja a többi atya is egyébként. Hallja, mert ők egyek. Na ez aztán a ellentmondása. Ugye ez olyan, mint a Szent Háromság. Igen. A Szent Háromságnál ugye van az Atya, Fiú, Szentlélek. De ez egy valami. Igen. A forrást úgy hívják, hogy Atya, a kiáradását úgy hívják, hogy Fiú, és amikor visszacsatolod, az a tűzelem, de hogyha ez visszacsatolódik és elkezd másolódni önmagába, akkor ez a levegőelem. És akkor ez egy körbe-körbe másolódó, örökösen körbe-körbe másolódó téridőforrás, ami hullámteret szül, és ez a hullámtér, ez a két teremtőben benne van. Itt a két teremtő, itt fogom a két teremtőt. Össze vannak fonódva alul. Alul, nézd meg, össze vannak alul fonódva. Egy közös valaminál van, ennek egy még egy alapja, egy fekete alapja. Mert ez, amiben benne van, ez a semmi alul. A két teremtő a semmiben van. Rossz mondani még azt is, hogy van benne. Semminek nincsenek tulajdonságai. Tehát a világ addig létezik, ameddig a teremtők. Utána már nincsen semmi. Tehát nincs ilyen, vagy olyan, vagy amolyan. Nincs. Ott már a semmi létezik. Semmi nem létezik. Tessék, parancsolj. De itt nem időben kell érteni, amíg a teremtő, hanem kiterjedésben. Mert örökkévalóak. Örökkévalóak, de nem végtelen nagy a kiterjedésük, csak nagy. Tehát így értem, hogy kiterjedésben kell érteni a... Igen, igen. Mindig terjed. A fiú a kiterjedés. Azért mondja Jézus, hogy aki engem lát, az atyát látja. Hát miért? Hát mert ő a kiáradás. Ő az anyagi megjelenés, ő a az fény megjelenése, stb. Ő maga a fény. Ő maga az anyag. Igen. Tehát nem az van, hogy mert ott ő teremtett anyagot. Hát úgy teremtette az anyagot, hogy saját magában létezik az egész univerzum. Tehát ő a hordozója, a belsejében van az univerzum. Nem valahol, nem, az belsejében, az egész univerzum. Tehát az összes milliárdnyi galaxis, az mind benne kering. Hihetetlen bonyolult, nagyon nagy dologról van szó, és nem egy ilyen kis, van ilyen, hogy a földiek, és akkor leszállt a földre, és milyen jó nekünk. Tényleg jó nekünk, de most bocsánatot kérek, hát nem ebből áll a világegyetem, hogy itt teremtette az Isten, és akkor máshol nem. Tényleg? De nem arráskodjál már. Ha most már 5000-nél több exobolygót fedeztek föl, de hát ha kiszámolták, hogy hát ezen az alapon,
száz és száz milliárd bolygónak kell lenni bolygók, amik melegben keringenek, hidegebben keringenek, meg egy éles zónában keringenek. Ugye, ott is az van, hogy van egy határ, ennél melegebb bolygó már nem nagyon lehet létezni, ennél hidegebben szintén nem lehet létezni, de egyébként még ott is léteznek. Tehát ott, ahol azt gondolt ma, olyan hideg van, ott már nem léteznek, ott is léteznek. Lényeg. Nem emberek, nem homo sapiens, mert befogyna a segged. Hát, ilyen mínusz 200 fok hidegben befogy a segged. Hát itt kell. Is vannak, a tajgában vannak. Bőrizom tömlővel lélegzők, saját gombáikat osztál, 200 éve itt laknak, nem földi lények. Léteznek. Hát ott vannak a léteznek, meg nagyon sokféle homo sapiens is létezik. Nagyon sokféle. Nagyon sok. Ó, az Éva anyánk a 120 méteres is volt. Tehát őrült nagy. Elképesztően nagy, nem is hinnéd, hogy mekkora. Én hinnéd, mert ön... Szaúd-Arábiában ott van eltemetve, megvan. Itt is volt a körös vidéken, szedtek ki ilyen nagy... Találtak akkor, azok csak már kisebbek voltak, kisebbek ilyen 8 volt. Méteresek. Igen. Igen, igen, de szedtek ki, itt Magyarországon is, igen. Horvátországban is, mindenfelé. Tehát lehazudják, összetörik, eltüntetik, mert nem tudnak vele mit kezdeni, addig hazudták a okosságukat, amíg mi vagyunk a legokosabbak, na meg te. Hát akkor bemegy a konvoj a csárdába belül a pofonba. Én vagyok itt a legerősebb. Föláll egy ilyen kredensz nagy pali. Na meg te. Szóval körülbelül erről van szó a tudományban is. Hogy hát jó, hát na meg te. Szóval jó, rendben van. És tehát én nem vagyok fizikus, de elmondom, hogy működik a világ. Nekem az Isten elmondta, én elmondom nektek. És ahogy elmondom nektek, úgy működik. Biztos lesz benne, hogy úgy működik. Mérjél utána, hogy a mesék végződnek, aki nem hiszi, járjon utána. Parancsolj. Hogy mondta el az Isten? Ez hogy milyen körülmények között volt, és hogyan? Még itt is mondta a Földön. De nem. A lemaradt leszke részeket. Személyesen hogy mondta el? Médiumon keresztül itt most is tudnék vele beszélni. Most innen is tudnék vele beszélni. Jó. Szóval... Vannak hangfelvételek róla, olyat nem lehet hazudni. Jó, vannak hasonló tapasztalat, én csak azért kérdezem. Nem, olyat nem lehet hantázni. Ami ez nem hantázás. Nem hantázás, ez abszolút nem. Amit én mondok. Én nem is gondoltam erre. Tehát vannak olyan rezonáns helyek, akár még a Pilisbe is, ahol a akasával eléggé közvetlen kapcsolatba lehet igen. kerülni. Igen. És nem az én saját eszembe gondolok. Nem, hát. Nem azt használom, hanem az akasát használom. Úgy van. És így jönnek a megoldások. Igen. Ezt nekem megígérték ott. És hát... Oda vezetek turista csoportot. Itt a stúpa alatt is azért van elég jó kapcsolatrendszer itt. Tehát, hogy beülsz a stúpa alá, itt is könnyű meditálni, hogyha sikerül fölkapcsolódnod az ottani internetre, akkor már is minden rendben van. Mindent lehet kérdezni. Nem mondtam még el, nagyon lényeges, hogy ezen a faragványon rajta van a megoldás is, ez a két fog. Itt ez a sárkánynak ez a foga, ott is néznek, ugyanolyan foga van a sárkánynak. Tehát az a lenni biztosan. Ezek Bali szigetéről valók, ezek a faragványok. Bali szigetén megmaradt az a tudás, ami a vízözön meg a tűzözön előtt volt. Fennmaradt a tudás, ez nagyon lényeg. Az eszkivoknál is fennmaradt. Olyan helyeken maradt fönt, ahová az NTA-szerű tudományos társulatok nem jutottak soha el. Meg a Vatikán. Meg a Vatikán. Ugye az Óceániában is, azokon a szigeteken, ahol soha nem járt hittérítő, ott még vannak népdalok. Ahol járt, ott már nincs. Fölszámolták tűzzel vassan a népdalokat. Szabad egy megjegyzést? Persze. Arany Laci megvan? Persze. Most írta meg a könyvét a Déli Sark, az Óceánia, Ausztrália magyar vonatkozású régészeti felfedezés. Annál jobb? Volt a táborunkban előadni a Sany, vagy a Laci. Azért mondom, hogy nekem jó barátom, de ott aztán tényleg kézzelfogható leletek vannak benne. Most adta ki egy fél éve. Nagyon jó. Jókat ír. Tehát alá tudom támasztani ezeket a mondatokat, hogy ott van, mindenhol ott van. Persze, hogy ott van. Mindenhol. De most nagyon lényeges, hogy ez a visszakanyarodó fog, ugye ebben nem lehetne harapni, mert nem arról szól, ez az idő visszacsatolás, hogy visszamegy magába, belemegy a saját múltjába, meglátja saját magát maga előtt, mert gyorsabban ment, mint ahogy terjedt, vissza tudott kanyarodni magába, igen. És a visszakanyarodott
forrás meglátja maga előtt saját magát. Igen. És az is csak visszakanyarodik, az is meglátja, az is meglátja, az is, és körbe másolódik. Így lesz a fénykvantum, meg a térkvantum, így működik. Ez a térkvantum itt van leírva, onnan lehet tudni, hogy 5 darab szereplő van rajta, állnak a két sárkányon, ez a, az anya és az atya, vagy a anyónyápáva és atyántápáva keleti elnevezése, vagy a zsidóknál a tovú, a bohú, a tovú és a bohú. Ez a nő és a férfi típusú jobbra és balra forgó. Igen. És ez a két teremtő, és azért vannak itt összefonódva alul, ezen a képen, látod, itt össze vannak fonódva. Egymásra így össze vannak csavarodva. Mert ezek belerohantak egymásba, és attól kezdve ők egy egységet képeznek. Mint a férj és feleség. Mint a DNS lánc. A DNS lánc az is csavarodott, de azért ez sok átitel után jelenik csak meg ez ebből. Az nagyon sok. Tehát mire az élet, biológiai élet megjelenik, az nagyon sok lépcsőfokot. Ennek analógiára. Igen, ennek analógiára. Parancsolj. Formailag is megvan az analógia DNS láncnál? Hát kettő spirál. De hát itt ilyen biológiai lények állnak, meg biológiai kinézésű sárkányok állnak, szóval, de ez sem biológia, meg ez sem biológia. Tud-e biológia lenni? Hát persze minden belőle van. Hát ha minden belőle van, akkor biológia is belőle van. Afrikában megvan a DNS lánc. Eltáncolják minden évben. A DNS-t is eltáncolják, meg ezt is eltáncolják, meg a két teremtőt, a kínaiak eltáncolják, amikor ilyen sárkányok egymásnak rohannak, és akkor ugyanezt eltáncolják a kínaiak. Népi tánc, vak. Tehát ez ilyen ünnepségi tánc. Eltáncolják a kínaiak. Mert a két teremtő egymásba rohanása teszi lehetővé a Szentlélek születését, a Szentlélek születése hozza létre a helyet. Tehát attól kezdve van hely. Addig nincs hely, nincs távolság és idő olyan szempontból igen, nincs. Igen. Tehát ha nincs hely, nincs távolság. Ha nincs hely, nem lehet anyag, nem lehet lélek, nem lehet semmi, amit te ismersz. Igen. Igen. Ennek logikus rendszere van, de nagyon logikus rendszere. Tehát az UFO-kat ilyennel működnek. Tehát ilyen térkvantum, ami a kezemben van, ez egy UFO hajtóm. Csak, hát persze rögtön az ilyen nagyon szkeptikusok, beszéltem én erről már, és akkor Szentlélek erőmű meg, milyen hülye kis valódi, Szentlélek erőmű. Igen, igen, drágassága, majd amikor rájössz arra, hogy nem az olajat kéne tüzelni, nem a szélerőművet, a vízierőművet, meg a naperőművet kéne annyira erőltetni, mert például a fényelemek roppant szar hatásokkal, nagyon rondák és rossz hatásokkal, de nagyon fújják, nagyon erőltetik, szélerőművet is. Igen, de mi van, hogyha szélcsend van, mi van, hogyha kiapad a folyó, mi van, hogyha nem süt a nap, meg beborult az ég, akkor még sokkal szarabb hatásfokú lesz a te fényelemed. Tehát van itt nekem kint ilyen fényelemes lámpácskám a virágládában, de most tegnap előtt nagyon boros volt az idő, este nem is pislogott. Meg óriási sok pénzbe kerül a megsemmisítés a 10 év után, 15 év után. Hát az a másik, hogy még nem föl lehet azt valamire biztos használni. Útalapot. A szélerőművek pedig olyan 5 kilométerre elhajtják az összes élőlényt, madarat, mindent. Hát nem rossz ötlet, hát a szélmalom is ugyanúgy forgott. Érdekel, senki nem tiltakozott, hogy a szélmalom leveri a madarakat. Pedig hallottál ilyen tiltakozást, hogy a holland szélmalmok leverik a madarakat? Soha senki nem mondott ilyet. De az 5G Pestről kiverte a verebeket? Hát, leveri. Na, tessék, Lácsán. Most a szélerőművek volt, hogy Amerikában fedezték fel azt, hogy a nagyon közel építették ilyen állatfarmokhoz, ott az állatok egyszerűen így eldőltek így. Nem tudom, mi történt, csak így eldőltek az állatok. Az embereknek elkezdett fájni a fejük, minden bajuk lett. Jó, van egy ellenpropaganda, azt kell hozzátenni. Hogy van egy nagyon erős ellenpropaganda, hogy mondjam, ahogy van bármi, rögtön megjelenik az ellenpropagandája. Mert van egy olyan, hogy mennél rosszabb, annál jobb. Itt nálunk is van. Persze, világ. Abszolút. Tehát én először megnézem, elgondolkodom rajta, tapasztalatot szerzek, és utána kezdek véleményt mondani. Ha semmi tapasztalata nincs valakinek, csak az internetről okos, hát az a baj van. Az politika. Hát az politika, de internetre okos. Hát olyan hülyeségeket beszélnek ezek a politikusok, hogy így fogom néha a fejemet, ki se tudja mondani.
Tehát ilyen műszaki dolgot akarna mondani, de hülye hozzá, és akkor össze-vissza marhaságokat. A mérdekekamarában meg a hajunkat tépik. Mérdekekamarában hajunkat tépik, amikor ilyen hülye politikusok megszólalnak. Igen. Meg átrendezik Budapest forgalmát. Igen, de hülyeségeket, olyan hülyeségeket mondanak, és döntenek rá. A tudománytalan akadémia sem mond jókat mindig. Nem, hát... Az van, hát ugye az akadémiánál is az van, hogy már ilyen aggokháza inkább. Gerontológiai intézet. Tényleg így van. Tudom, voltam ilyen akadémia MTA-ban bent, meg mit tudom, több helyen is. Megmutatom a meghívóimat, ha akarod. De az éttermék, meg a büfé. Igen. Komolyan is olcsó. Igen. Hát olyan, mint az oroszoknál volt, hogy olcsó lehetett a kantinba vásárolni. Téli számít negyedáron. Parlamentben most is olcsóbb az árak. Persze. Izében is a mezőgazdasági minisztériumban is olcsó volt a büfé. Tudom, hát jártam ott, én karban tartottam az IBM gépüket. És nagyon jó termelői piac van most a minisztériumnak a földszintjén. Nem tudom, hogy hanyadik hét péntegenként, ha minden igaz. És jönnek Szlovákiából felvidékre, és jó árukat hoznak. Na, tehát tudunk valamit, tehát ez a Szentléleknek a megfaragása. Ezek tudják, hogy öt dimenzióforrás van a Szentlélekben, öt külön dimenzióforrás, ami mind egy. Ugye ez egy ilyen ellentmondás. De hát hiszen egymás látomásai, amit mondtunk, hogy meglátja saját magát maga előtt. Logikus. Nekem. És neked. És akkor ezért körbe-körbe másolódik, de közben mind ő maga. Egyformák-e? Hasonlóak. Fizikailag nagyon egyformák. Információtartalmuk nem létezik, hogy egyformák legyenek. Mert van köztük egy minimális pici távolság. És ezért már nem lehetnek egyformák, mert miközben mindegyiket éri a világegyetemből a különféle hullámok, azok mindig mást írnak bele. És amelyiket előbb eléri, abból előbb írja bele, vagyis soha nem lesz olyan, mint a többi. Ah, Istenem. Jó. Ez a jó benne. Ez a jó benne, igen. Tehát... De biztonsági mentést lehetne csinálni egyikről a másikra? Mindig vagy készül az is. Tudnék, egymás hullámait is olvassák. Tehát amikor eléri az egyiket egy hullám, az beleíródik az egyikbe, amikor beleírod, egy rezgés formában beleíródik az egyikbe mondjuk, akkor az is attól kezdve összeadja az ő saját tartalmát, az ő saját rezgés tartalmát, össze a tudását, összeadja ezzel az érkező hullámmal, és tovább sugározza. És akkor tovább sugározza, eléri a másodikat, harmadikat, negyediket, stb. És ezek mind fürdenek a többiek tudásába. Tehát kérdezte valaki, hogy hát meséljünk már arról, hogy a tárgyakban hogy őrződik meg, mert egy lélek ott van valahol, akkor ott hagyja a lenyomatát. És igen, amikor én itt ülök, akkor a gondolataim hullámszerűen állandóan, megállás nélkül áradnak kifelé belőlem, meg te belőled, meg mindenkiből. Tehát amit látsz, amit gondolsz, az mind beleíródik ebbe a környezetbe, de az egész föld környezetével, tehát nem csak itt ebbe a szobába, hanem messzebbre is. Igen, de ez a távolság négyzetével csökken ennek az intenzitása. Amennyiben a 3D-be nézzük. Ha amennyiben a 3D-be nézzük. D-be nézzük, akkor nem, mert ott nincs távolság, meg időse. Úgy, ahogy mondod. De 3D-ben ez így van. És ezért kell ezeket megérteni, hogy a helynek van varázsa. Tehát ahol ülök, a kő az emlékszik rá, hogy én rátettem a seggemet, és ott ültem rajta egy órát. És tudja azt, hogy mennyit ültem rajta, közben mind gondolkoztam, a kő maga tudja. Nem tudja feldolgozni talán. És a szabad egy megjegyzést tenni. Parancsol. Használt ruhákat hallottaktól nem szabad megjön éppen emiatt. Ezek a használt ruhák, amik Hollandiából idehoznak és árulják ilyen félárokon, ott nem lehet ruhába temetni az embereket, és ezeket a halottaknak a ruháit veszik le, itt megveszik az emberek, és benne van az információ. Benne van annak az információ. Nem tudom, milyen neve ennek a cél. De lehet, hogy okos volt, és jót teszek magammal, de más bajok is vannak vele, ami nem csak az okosság jön vele, hanem más is. Házban is van, meg épületben, meg minden tárgyakban való. Úgy van. Így van. Ott ki lehet kódolni belőlük. Ezért építettek mindig új házakat. Igen. Pontosan ezért építették az új házakat, a régi házakban, meg várakban különösen ott kísértenek a szellemek. Igen, és hiába rengeteg ilyen. Hiába csinálnak akármit, ott kísértenek a szellemek. Mennyivel... Mert bele vannak írodva az egész várba. És nem ezek. Lehet elküldeni őket most.
Hát el lehet őket küldeni, de vagy elmennek, vagy nem. Van, de esetleg nagyon... vissza is jönnek. Vályokházat kell építeni, mert az 100 év után szétmegy. Az, ami évezredeken keresztül is ott van a... Az ott van. Bár, hogy építették a házakat, az az információ is benne van. Az is benne van. Igen, minden benne van. Azon nem lehet segíteni, hogy átalakítani pozitív Hát, föl lehet szentelni, és akkor egy fokkal jobb lesz. De az információ nem tűnik el belőle. Nem tűnik el. Soha nem tűnik el semmilyen módon. De elzajosodik. Elzajosodik, ahogy mondod, elzajosodik. Mert a környezetből állandóan érik a létinformációnak nevezhetünk. Ez az éteri zaj. Ez nem zaj, ez maga a tömény információ. Tehát ja, egyetértek. Az összes információ, ami csak létezik, az mind egy pontban megjelenik. A legkisebb szikrámban ott él, ha kavarog az egész univerzum Védák könyve. Így van. Hát miért? Mert az összes információ egy helyen van, össze egy pontban is megvan, nem egy helyen van, hanem minden helyen ott van, ahová már odaért. Így. És ez a lényeg, hogy ezek a hullámterek fénysebességgel terjednek, és van még egy másik terjedési sebesség, ez olyan, hogy azonnalinek mondható. Igen, fénynél gyorsabb. Ez a fénynél sokkal összehasonlíthatatlanul gyorsabb. Ez a száluniverzumban terjedő információ, ez a fluid szálak. És a fluid szálakon keresztül nem fénysebességgel terjed az információ, hanem igazából úgy beszélgethetünk a galaxis túloldaláról, mint ha itt ülnél. És a galaxis túloldalán vagy, és mégis tudunk egymással a száluniverzumon keresztül beszélgetni. Össze vagy kötve a gyerekeiddel ilyennel például. Az édesanyáddal, édesapáddal, össze vagy kötve. Én ezeket tudom. És ez a... Én nem azért nézek rá, mert nem tudod. De úgy is minden azt mondtad, hogy tudod, akkor ezeket tudom. Miért is néznék rá? Olyanok vagyunk előtted, mint a kisgyerekek. Nem baj. Tehát az a lényeg, hogy ez az információ, ez a második információ terjedési dolog, tehát nem csak írásban lehet üzeneteket küldeni, vagy mit tudom én, a Mao Tse-tung idejében a tibeti lámák fejükhöz tettek egy Mao Tse-tung könyvet, így homlokukra teleírták az üzenettel, azt elküldték valamelyik inassal. Az inas elment, a határon megnézték, kinyitották, Mao Tse-tung, Mao Tse-tung, és közben ott volt benne az üzenet, de ez a hülye meg nem tudja elolvasni. Úgyhogy megérkezett a ateista hülye gyerek. Akkor odaért a másik láma, az föltette a homlokára, és megkapta az üzenetet. Sőt, ezt tudják úgy is, hogy a Pilis meg a Tibet között úgy tudnak beszélni, hogy nem kell telefon. Időszál. Időszálon vannak, kimondanak, és jönnek persze. Az információk, kipróbáltuk. Persze, működik. Igen, jobb, mint az internet. Hát és gyorsabb is. Hát amellett, hogy sokkal gyorsabb is, parancsolj. Hadd kérdezzem meg azt, összefügg ez ilyen Tápió Szentmártoni vagy hasonló helyi jelenségekkel, ahol gyógyhatást tulajdonítanak neki? Persze. Vannak összefüggések? Hogyne, persze. A gyógyító helyek, a szent helyek, ezek nem véletlenül szent helyek, nem hiszékenységből keletkeztek. Figyelj ide, hogyha te oda mentél sátán is, eldobtad a bankodat, hazagyalogoltál. Akkor, voltam lent vidéken ilyen UFO felderítési témában is körülnézni, és egy öreg ura, aki írt magazinnak, már nem létezik az UFO magazin, megszűnt, de akkor még létezett, és akkor annak írt, és kimentem a helyszínre megnézni, hogy mi volt, mert láttak ott UFO-t, mit látott, hogy látott, minden. És akkor meghívott egy pohár borra, és ugye sánta volt, ilyen magával, bottal nehezen járt, és sánta volt, és megfogtam így a fejét, hanyatt is esett, mint a hanyatt esett, mint a Flintstone, letettem a földre, hogy ne üsse meg magát, és én meg ott iszogattam a bort, és ott feküdt. Aztán eltelt egy 15 perc, és akkor fölébred, ki vagy te? Mondom, teljesen ki vagyok, persze. Mert hogy megfogtam a fejét, azt így elájult. Ugyanaz volt itt egy ilyen mester, aki itt egy gyógyított, hogy hívták? Sanders vagy ki? Hogy? A Sanders. A Sanders, igen. A Sanders is
ott annak is beálltam a ilyen műveledés házban, kimentem megnézni a dolgait, és akkor beálltam a sor végére. Talán még ketten voltak mögöttem. És akkor odaértem a Sandershoz, megfogja a fejemet, elkezdte így rázni a kezét, és kirohant. Belenyúlt az ipari konnektorba. És én meg mosolyogtam. Aztán ott ültünk egy darabig, nem jött vissza, és akkor már utána szóltam így, hogy most már gyere vissza, nincsen semmi baj. És akkor visszajött. Egy fél percen belül ott volt. És még engem is gyógyított így óvatosan. Csak úgy csinált, mintha. Igen, hát persze. Mert hogy én ugyanazt a rezgést használom, amit ő a gyógyításhoz. És akkor ilyen nagy kredenc cigánygyerekek, ilyen 140 kilós cigánygyerek, ilyen 190 centi magas, szóval egy ilyen nagy kredenc cigánygyerek, oda ment, így megfogta a tarkát, mint a tégla egyből eldőlt, érted? Tehát hiába gyúrta magát halálra. Nem, persze. Ez más. Ez egy erőfitoktatás volt a részéről? Nem, dehogy. Az egy biztos. Hogy így kidöntötte az embereket? Nem. Ez egy gyógyította. Ott feküdt 10 percig, aztán fölkelt, semmi baja nem volt. Fölkelt, azt elment. Addig sántított, aztán nem kellett sántítani. De miért kell ehhez eldönteni? Kikapcsolja a feltudatát? Kikapcsolja a feltudatát, igen. Hát én nem csináltam semmi hókusz-pókusz, csak megfogtam, hogy püpp. Ez a gyógyításnak egy egyszerűbb módja olyan értelemben, hogy nem kezd el padakozni ellene a gyógyítás így van, közben. Mert elkezd ellene tiltakozni a lelke, nekem ne avatkozz be, nekem te ne csináld meg, mit tudom én. Akinek van ilyen képessége, tehetsége, az észreveszi az erőt, a többi az meg csak az, hogy elterül, mint a béka. De hát a Bercinek a fiamat gyógyítottam, ennyi volt ilyen 4 éves. És nagyon beteg volt szegényként, ilyen influenzát elkapta, és akkor beteg volt, és akkor rám fölétette, aludt. És fölétettem a kezemet ilyen áldással, a fölugrik a gyerek, ne szórakozz, apa! Abban a pillanatban érezte, hogy bekapcsoltam a nagy erőt. Tehát érezte, hogy tudom, itt rákapcsolt az erő. Bizony. És tudta, hogy én vagyok. Ne szórakozz, apa! Mondom, nem szórakozok, gyógyítalak. És akkor meg is gyógyult hamar. Másnap már futkározott. Na tehát... Így valóban lehet gyógyítani, mi is kipróbáltuk. De persze, van, hogy de van olyan hely a Földnek, különböző helyei, ahol erősebb a sugárzás, lehet nyerni. Le tudom vezetni fizikailag, de most nem érdekes. A lényeg az, hogy ott nagyon nagy a szívás a Földnek. Ilyen lévonalakon meg. Így van. A templomok eleve úgy vannak kialakítva, esztergomi bazilikában is lehet gyógyulni. Csak ott kell egy óráig. Voltunk is ott. Én is oda mentem, láttam, hogy gyógyítottam ki. Nyolcágú csillag van a közepén. Teljesen. Melyik? Esztergomi bazilika. De a budapesti nem működik, mert a metró elrontotta. Nem csak a budapesti, de Pomázon működik. Furcsák az energiát most. Furcsák az energiák, igen. Nem ragozom ki. Nem? Akkor nem. Nem ragozom ki. Halottakról vagy ott vagy semmi. Igen. szóval az a lényeg, hogy hát oda vitték a koronát feltölteni. Jó, a parlamentből kivitték a koronát feltölteni, ott is fel lehet tölteni. Az 5. kerületben, mester? Mm. Mit? Esztergomba vagy ide? Esztergomi bazilikába. Igazi nagy államfőnek kiáró tisztelettel vitték el, helikopter kísérettel, hajóval vitték el a parlamentből, hogy ne legyen, hogy mondjam, lehetőség arra a könnyű megtámadásra. Hát szerintem nem ismerik a izéket, a szomáliai kalozokat. De a lényeg, hogy szépen így, szépen sorba vitték el Esztergomba, és ott közel van az óceánhoz, közel van a Dunához, mind a kettő, a bazilika is, meg a parlament is, és akkor fölvitték, és ott töltötték. Hát volt neki magyarázat, hogy a szlovákiaiak is oda meg tudják nézni, meg oda járulhattak, igen, ott töltötték. Hát most egy kard volt alatta sokáig, nem tudom, hogy még alatta van-e, tanácsoltam, hogy vegyék ki. Nem fér el máshogy. Nem fér el máshová. De ugye, a párnád alatt mikor tartasz kardot? Amikor félsz. Vészhelyzet van, ugye? Hát amikor félsz, aludni is félsz, mert másodperc alatt reagálni kell, hogyha megtámadnak. Hogy... Meg milyen információval bír a kard? Az egy olasz kard. Akkor semmi. Az egy olasz kard. Semmi. Az eredeti kard Bécsben van, azt láttuk. Az Attilai.
Attilájhoz Bécsben van. Igen, ott van a koronázási cipő meg a kesztyű is. Ez is ilyen aranyjal átszőtt. Ami nem azért aranyjal átszőtt, hogy drága legyen, hanem azért, mert ez egy Faraday kalicka. A palástal együtt, és egy rezonátor. Azon a frekvencián működik-e? Bizony. Mert a 5G-re a Faraday kalicka semmit nem ér. És miért nem kapjuk vissza? A töltés ér valamit. Hidd el, hogy ér. Mert hogy akkor, amikor koronázzák a királyt, akkor a palást ki volt feszítve ilyen kúpalakba, pontosan olyan szögbe, mint ott az a stúpa. Tehát ott van a mennyezeten az a stúpa, ott kérlek szépen az a szög van, aminek a palás szögének kell lenni a koronázáskor, amikor ráteszik a király fejére a Szent Koronát, és akkor a Szent Korona fénnyel válaszol. És akkor az pont egyezik a piramisnak a szögével? Hát az pont egyezik a piramis szögével. Szóval, igen, a lambdák, ki lehet számolni a lambdákat, meg a frekvenciák, bár lehet számolni. Úgy van. Hát a piramisok azok igazából rezonátorok, a naprendszer rezonátorai. Nem a több napnak a rezonátorai. Ez most az utolsó piramis rendszer, amit építette, az kimondottan a naprendszernek a rezonátorai. Melyikre gondol? A Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. Világos, de melyik piramisra? Mert rengeteg van a Földön. A Keokhának a piramisa, ilyen, meg a, hát a előttele való körben az 30 ezer évvel ezelőtti katasztrófánál épültek. Az Egyiptom miatt? Nem, azok a... azok a Nimrod csillagképnek a piramisai. Bosznia-Hercegovinában lévő piramisokra gondolok. A Viszokói. Viszokói, én most megyek oda. Voltam rajta, működik. Persze, működik. És hát ha megnézed, akkor ilyen beton elemekből épült. Láthatóan kavics beton. Hát hogyne. Kicsit másképp működik, mint az egyiptomi. Másképp működik. Mert ebben van kondenzátor is, abban meg csak rezonátor van. De... Nem, abban is van kondenzátor, csak másképp. Azok oktaider alakú a piramis, az mindig oktaider alakú. Lefele is egy nagy piramis. És a lefele nagy piramis, nagyon lényeges dolog az az oktaider. Tudnék, a térrezonátor, a téridő, az egy hatos szimmetria. Az oktaidernek hat csúcsa van. Értem. 8 oldala, de hat csúcsa. És a hat csúcsa az a rezonátor szerepét tölti be, és a piramisnak a rezonanciája, a nagy piramis, a legnagyobb az a Föld. Az egy kicsivel kisebb, az a Kufu, a Vénusz, a még kisebb meg a Mars, mert a két mellettünk lévő bolygót kellett a leginkább áthangolni. Egyébként Egyiptomban vagy 100 piramis van, meg még délebre, Szudánban, meg ott meg is. Dél-Amerikában több ezer. Hát Dél-Amerikában hatalmas piramisok vannak ott is. Igen, sokkal régebbi. Hát a boszniai piramis is nagyobb, mint az egyiptomi. Régebbi. Sőt, a Bucsás hegységben a Sphinx is vagy 200-300 évvel idősebb, mint úgy van, úgy van. Hiszen az egy régi civilizáció üzenete van a Bucsásban. Tagadhatatlan, hogy egységes volt valamilyen szinten a civilizáció az ókorban, amikor ezeket építették, igen, vagy őskorban, mert egyszerre kezdett mindenki piramisokat építeni, valami becsípődéstől fogva. Vagy... Persze, becsípődés, hogy egyszerre kezdték a kínaiak is piramisokat építeni, Dél-Amerikában, amit még föl se fedeztek, ugye, majd csak a Kolumbusz fedezte föl. Szóval ez egy kicsit össze kéne már magad szedni. Kedves történészkém, szedd már magad össze. Igen, ajánlom nektek az Akakort, megjelent magyarul, ha még valahol meg tudjátok szerezni. Akakor, az a dél-amerikai arvisúra. Aha. És ott az ott élő, most már föld alatt élő rendszer, az még két város még mindig működik a föld alatt. Ezek még a nagy katasztrófa előtt mentek le a föld alá, de aztán nem is jöttek föl. Hát följártak persze, mert űrhajóik voltak, meg minden. És magas kultúra volt, de már a földön akkor olyan volt a helyzet, hogy nem volt itt életre lehetőség igazából. Vagy ott élnek most is, 12 km mélyen vannak. Mélyen vannak a föld alatt. Indiának őrzik a bejáratát. Igen. Hát nem nagyon őrzik, kicsit őrzik, olyan nagyon nem. Ezek a fejzsugorító indiánok voltak, szóval kicsit őrzik. Ugye? És hát most ez a... Fogy, parancsolj. Mint ha valaki a kezét... Én lóbáltam a kezemet, mert arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha ilyen teremtett lelkekként, ilyen betelepített
Ilyen terrárium lakóként így fut bennünk egy program, aminek egy adott állomásán az, hogy építs piramist. Hát nem. De hoztunk magunkkal a tudást, hogy azzal át lehet egy bolygórendszert hangolni. És felébredtetett be ez a tudás, hogy mindenki erre gondolt, hogy többen nem, ezek gondoltam. Még értek ez a tudás, még ez a tudományhoz tartozott akkor. Nem azt jelenti, hogy mindenki űrhajós volt, bár űrhajóval jöttünk ide az őseink. De mindenki látott űrhajót. Hát de mindenki látott űrhajót, mert azzal jött ide. De nem azt jelenti, hogy mindenki űrpilóta volt, nem tudta vezetni. De a tananyagban akkor már azért benne volt a vezetőség, mindenképpen tudott róla, és ezt benne is tartották. Hát a Nimrodéknál, igen. Igen, igen. Többi nem. Többi nem. Egyedül többiek is fenntartották. Többiben nincs ez. De fenntartották. Én találtam nagyon sokat. Mondjuk a maoriknál, vagy az eszkimóknál találtam tértechnológia. Egyértelmű, világosan tértechnológia. Semmi köze a definícióiknak egymáshoz, de a logikához igen. Tökre ugyanaz a logika, csak másképp nevezik. Hát indiánoknál van ilyen. Hát indiánoknál, de az indiánok is rokonaink. Egyértelmű. Ataiszó az indiók voltak. Így van, indiók, így van. Igen. Kínaiak? Indiók, kínaiak? A kínaiak úgy azt mondják, hogy tőlünk tanulták az írásbeliségüket, tehát a kultúráról mi tanítottuk őket. Pontosan. De ataiszon ott voltak? Voltak, mert... De a hunok? Kunok? Ott voltak, oda van a térkete rajta van. Persze, hát az ataiszt térképen nincsenek rajta. Kunok? Kunok, bizony. Én nem láttam őket. Sőt, jászok is vannak. Én nem láttam. Én sem láttam. Beleszem a könyvet. Lehet, hogy ráírták magukat. Nem, akkor vettem meg, amikor még 80 lépte. Az Arvis úr. Na hát az Arvis úr nekem is megvan, sőt annyira megvan, hogy innen indult újra az útjára. Nekem. Mert mi fölvásárolták az egészet, és szerintem bezúzták, hogy nehogy valaki kezébe kerüljön. Na, én akkor máshol tettem le. Csak egy akkor, oldalon, nekem megvan a akkor nekem a Pál Zoltán, lelke adta át ezt az Arvisurát. 700 oldalt átadott belőle. Aztán a Bojki, aki a mamutos Bojki, annak volt rá pénze, és fővásárolta a kéziratot az Évától, és akkor úgy kiadták. Igen, nem az egészet, hanem csak egy részét. Nekem 10 000 oldal is megvan, nyugodj bele. Az igen. És most a táborban ott lesz az a filmrendező, aki idejött, hogy megkeressék a Pál Zoltánnak a lelkét. Hogy keressük meg a Pálnak a lelkét. Na, innen folytatjuk szünet után. A táborban az egyik előadó lesz most a filmek keresztül.